Most pedig a stúdióban köszöntöm első vendégemet, Galgóczi Ágnest, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye több európai országban már a harmadik hullámról beszélnek. Kell attól tartani, hogy nálunk is bekövetkezhet ez? Most azt gondolom, hogy a járványügyi éberséget továbbra is fenn kell tartanunk, és figyelnünk kell az esetek számának a változását, csökkenését, növekedését, illetve a laboratóriumi vizsgálatokkal nyilvánvalóan az esetleges mutációkat keresnünk kell. Szlávik János és több szakértő orvos is arról beszélt, hogy a londoni mutáns a külföldi példák alapján is felboríthatja alaposan a tervezett és a jól koordinált járványügyi védekezést is. Mi még? Tehát milyen objektív körülmények tudják felülírni a védekezést? Nyilván a járványügyi szabályoknak a fenntartása továbbra is fontos. Ugye most a veszélyhelyzet idején szigorú korlátozások kerültek bevezetésre, és ezeknek az enyhítése azért nagyon körültekintően kell, hogy megtörténjen, és annak ellenére, hogy elkezdődtek a védőoltások, még nem biztos, hogy dönthetünk úgy, hogy ezeken lazítani lehetséges. Ez az új mutáns, amiről azt mondják a szakemberek, hogy sokkal gyorsabban terjed, bár nem produkál súlyosabb tüneteket, mint az eredeti verzió. Ez mennyire ritka, egyedi? Tehát, hogy hány féle törzset tartanak egyáltalán nyilván, mutáns törzset? Nos, ami most a legutóbb diagnosztizált típusok, ugye a dél-afrikai, a brazil, illetve a brit mutáns törzs, ezek közül Magyarországon is a brit mutációból már kimutattak 33 esetben ezzel a törzsel történő fertőzést. Ez tulajdonképpen visszamenőlegesen, tehát még decemberi mintákból is sikerült már azonosítani ezt a mutációt. Itt 29 esetben már megtörtént a járványügyi kivizsgálás, és nagyon szigorú karanténintézkedéseket, tehát nagyon körültekintően megtörtént a kontaktkutatás, illetve a karanténintézkedések megtörténtek annak érdekében, hogy ne terjedjen tovább ez a fertőzés. Mit mutatnak a tapasztalatok, ezzel jól kordában tartható az új vírustörzsnek a terjedése? Nos, ez az egyetlen módja jelenleg annak, hogy kordában tudjuk tartani ennek a mutáns típusnak a terjedését. Milyen okokkal magyarázzák a fertőzés számváltozását, a legutóbbi növekedést? Nos, még tulajdonképpen azért vizsgáljuk a körülményeket, illetve nyilván a mintákat is vizsgáljuk annak érdekében, hogy meglássuk, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy az esetek számának a csökkenése megállt, tulajdonképpen egy stagnáló fázisban vagyunk, és bízunk abban, hogy azért a további emelkedést elkerüljük, és egy harmadik hullám nem fog kialakulni, vagy csak egy enyhe harmadik hullám kezdődik. Én azt gondolom, hogy továbbra is fontos mindenkinek az egyéni felelőssége és a kontaktusok számának a csökkentése és a járványügyi szabályoknak a betartása, annak ellenére is, hogyha valaki már oltott. Arról van most szó, illetve közszájon és a politikában is a legnépszerűbb téma az, hogy lehet-e, és ha igen, akkor mikor lazítani, de vajon súlyosabb korlátozásokat, vagy szigorúbb korlátozásokat elképzelhető, hogy mondjuk egy esetleges harmadik hullám esetén be kell majd vezetni? Most egyelőre erről még nem beszélnék, és nem bocsátkoznék jóslásokba. Nyilván az esetszámoknak a változását, illetve a tendenciákat látni fogjuk, és ennek függvényében lehet döntés arról, hogy esetleg szigorúbb járványügyi intézkedések is kerülhetnek még bevezetésre. Az oltás megfelelő ütemben zajlik, tehát egyáltalán az oltás össze és a járványügyi védekezések összehangolása az hogy halad? Most azt gondolom, az oltás az gyakorlatilag az oltóanyag mennyiség érkezésének függvényében ütemezetten halad. Ugye jelenleg már négyféle vakcina áll rendelkezésre Magyarországon a védőoltások biztosítására, és mindig az érkező szállítmányokról döntünk tulajdonképpen, hogy hogyan használjuk fel, milyen körben használjunk fel, és természetesen, mivel ezek az oltóanyagoknak a többségéből két részoltás szükséges a védettség kialakításához, ezért megfelelő mennyiségű vagy tartalékot is kell képeznünk annak érdekében, hogyha bármilyen szállítási anomália következne be, akkor biztosított legyen mindenkinek a második részoltás, aki az elsőt már megkapta. Ez egy nagyon bonyolult szervezést és logisztikát igényel, mind ugye a vakcinák elosztása, a megfelelő ütemezése az oltásoknak. Ugyanakkor Japánból például olyan híreket olvastunk, hogy azért nem tudtak haladni az oltással, mert nem volt elég vakcina. Igen, tehát hogy tű, nem vakcina, hanem hogy tű. Uh-huh. Itt Magyarországon ilyen eszközkészlet hiány előállhat? Tehát, hogy ezt látják-e, és ha igen, akkor minden készlet rendelkezésre áll. Igyekeztünk mi is felkészülni arra, hogy a megfelelő szerelékek rendelkezésre áll.
hozzájárjanak a védőoltásoknak a beadásához, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ is szerzett be tűt és fecskendőt is. Természetesen további szerelékek beszerzése is szükséges lesz. Az biztos, hogy az 1 ml-es fecskendők azok most hiányzik gyakorlatilag a világon mindenhol. Mindenki igyekszik áthidalni ezeket az átmeneti hiányokat, hogy 1 vagy 2 milliliteres fecskendőt használ az oltások beadásához. Ugye az adott oltástípustól is függ, hogy mekkora mennyiséget kell beadni. Ugye a legkisebb mennyiség az a Pfizer vakcinája, az 3/10 milliliter, a többi védőoltás az általában 1/2 milliliteres. Másfél hónap alatt 300 000 embert oltottak be, a következő 6 hétben mire kell számítani, hogyan ütömezik az oltásokat? Most a következő hetekben már a Pfizer vakcinából is nagyobb mennyiségek várhatók hetente kiszállítással, több mint 100 000 adag hetenként. A kínai vakcinát is várunk a közeljövőben, több 100 000-es mennyiségben, illetve az orosz vakcina is ütemezetten érkezik, szintén több 100 000-es mennyiségben, és ezeket ütemezetten, vagy akár egy tömeges oltási hétvége szervezésével szeretnénk majd felhasználni. Nyilván ez majd valóban, amikor már megérkezett a vakcina, akkor tudjuk megtervezni. A választás lehetősége egészen pontosan hogyan áll fenn? Tehát, hogyha a házi orvostól bárki kap értesítést, és arra vonatkozóan, hogy jöhet oltásra, de mondjuk azzal az oltóanyaggal nem szeretne oltakozni, akkor hogyan koordinálják, hogyan szervezik át az oltássorrendet? Nos, ugye alapvetően azért az oltásnak a kérdése, hogy milyen oltóanyaggal oltunk be valakit, orvosszakmai kérdés. Ugye a csoportok is így vannak meghatározva jelenleg, hogy az AstraZeneca vakcináját a 60 év alatti krónikus betegséggel küzdők részére javasoljuk. Az oltóponton a Pfizer vakcinája, illetve a Sputnik vakcina lesz majd elérhető. Aki nem szeretne az adott védőoltással élni, az ő csoportjában, akkor tulajdonképpen akkor nem kapja meg a védőoltást, hanem amikor a számára megfelelő oltóanyag rendelkezésre áll, akkor kaphat tulajdonképpen, vagy részesülhet, élhet az oltás lehetőségében. Említette, hogy a következő hetekben nagyobb mennyiségben érkezik több típusú oltóanyagból is. A tömeges oltásra készülnek-e, és ha igen, akkor hogyan? Mondjuk azokra bizonyos hétvégére összpontosított tömeges oltásokra. Igen, alapvetően ugye az egészségügyi ellátórendszert szeretnénk felhasználni egy tömeges oltás megszervezésére. Ebben mind a fekvőbetegellátó, a járóbetegellátó intézmények, illetve a házi orvosok is részt vennének. Megfelelő számú oltóhely kialakításával elérhető az, hogy akár egy nap alatt 500 000 ember beoltása is kivitelezhető lesz. Természetesen azért ez egy legalább egyhetes felkészülést is igényel, a oltottak, illetve azoknak a kiértesítésével, akik adott időpontra, adott oltóhelyre lesznek behívva, illetve az oltóanyagnak a szétosztásával, a logisztikai feladatok megoldásával. Mire számítsanak a regisztrált idősek? Ugye most ezekben a napokban, illetve az elkövetkező időszakban is ez az a korosztály, amelynek az átoltása meg fog következni. Tehát amikor megkapják az értesítést, hogyan készüljenek, mivel készüljenek az oltakozásra? Tulajdonképpen ugye a házi orvos értesíti alapvetően az időset arról, hogy akkor mikor és hová mehet a védőoltás beadása céljából. Célszerű egy olyan ruházatban érkezni, ami könnyű felhúzni, a felkart szabaddá tenni, előzetesen esetleg össze lehet írni, hogy milyen gyógyszereket szed, átgondolni, hogy milyen krónikus betegségekben szenved, hiszen ha nem a házi orvosnál oltják, akkor az oltóorvos ki fogja kérdezni ezekről a körülményekről. És ennek függvényében ugye dönt ott a jelenleg a, vagy az olthatóságról. Alapvetően azért az olthatóságnak a kontraindikációja az az akut lázas megbetegedés elsősorban. És nyilván egy oltásra egy egészséges ember megy el tulajdonképpen. Számos hír kering, és ezt már megszoktuk tulajdonképpen a járvány kirobbanása óta, hogy hírek, félinformációk, sőt álhírek is terjednek az oltással kapcsolatban. Van itt egy új trend, egy új divat, méghozzá a dupla maszk viselése, és erről egyébként az Amerikai Járványügyi Központ is kiadott egy ajánlást, hogy a megfelelő védelmet egy sebészi maszk és egy sima vászon maszk viselése biztosítja, látunk már Budapesten is az utcákon ilyen felszerelésben közlekedni embereket. Ezt ön járványügyi szakemberként hogyan ítéli meg? Most a maszkviselés az fontos most a jelenlegi járványügyi helyzetben a fertőzés terjedésének a megakadályozására. Nyilván minél több réteget teszünk egy
az útjába gyakorlatilag a légúti cseppeknek, annál hatékonyabb ez. De én azt gondolom, hogy ezt óvatosan kell ezt a kérdést kezelni, hiszen azért minél több réteget teszünk a szánk elé, orrunk elé, azért az a légzést is akadályozhatja, illetve túlságosan aláizzadunk, tehát nem feltétlenül ez a leghigiénikusabb, vagy a legcélra vezetőbb megoldás. Alapvetően azt gondolom, hogy aki légúti tünetekben szenved, az közösségben ne menjen, és ezzel lehet a legjobban megakadályozni a fertőzés tovább terjedését. Galgóczi Ágnes, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.